Cos'ha? Ti sei va? Urishni. Oddio, iniziato. Na fufa catas auto. A zolita belép téma? Jó. Jó, akkor nem változtatok. Nála meg full fekete. Hajra, hajra. Jó. Már próbálkoznak a különböző swapokkal. Még fest a pálya egyébként. Aha. Jó. Mindjárt, hogyha beírtam a boxba, akkor el is fogadom. Viszont nem dobott fel invitációt, csak kiírta, hogy online vagy. Aha.
csinált, de most nézem, ja most megvagy. És úgy látom, hogy lent van a boxunk. Igen, mert éppen kiírta, hogy egy, és utána ráfrissítettem, és utána volt már három. Ó, ez egy kicsit elméretezett volt. Ja, persze. De igazából, ha akarod, ezért mehetsz normális időt, és akkor utána majd boxból indulunk. Jó. Várjál, rükibe voltam. Limola lesz három, nem, négy és feles lesz. Igen. Az biztos. Jó, várjál, bázd meg. Vártam az árnyékot, ami ott van a, ott volt a ezért practice szerven, ahol. Ez most már tudom, hogy itt a nap. Fest pályán nem nagyon van. Hát meg, hogy másik szögből süt a nap, és máshol vannak az árnyékok.
Quest pályán még nem. Nem annyira jó ez. Kicsit későn kormányoztam rá. Meg picit magasak is a nyomásaim elő 27-2. Valira annyira fogok kijönni, hogy gyakoroljak igazából. Jó. Ja, boxot meg ilyeneket. Ja, látom. Swap jel, paragrafus jel, minden jel. Minden is jel. Igen. Dávid 227-et ment. Ja, ők is hát boxba fognak menni szerintem. Ja, szerintem azt a 227-et talán én is megugrom. Nem tudom, hogy ez jó-e, vagy nem, de nincsen ismerős név a Dávidon kívül. Nekem nagyon. Nem látok ilyen. De Stifler itt van, és az... Annak a Dávidéket nincs jó élményük vele. Arra a családra nem emlékszem. Igen, igen. A Lamborghini-s család, ez nincs itt szerencsére. Ők előrébb vannak a Winklerék. Ja. Schaefer. Esőre mennyi esély van? Szerintem minimális. Kubiákkal már mentünk. Vele mentünk, igen. Zacsi is itt van. 17-es rajtszámmal. Szopata is itt van. Vele is mentünk, Hildebrandal is mentünk már. Húzzak már, mert tényleg nekem esett ki az agyamból, ez a sok minden lehet. Fliege. Mondjuk öt körbe kocsikáztam. A Stifler. Van egy magyar páros is, Molnár András is, kegyes. Akkor azt beszéltük, a 90 literek, azok elegek. Bőven, szerintem még lehet, hogy kevesebb is elég. 85 van betélve ezért betöltésre. Aha. Jó. Jó. Indulás volt, egyetlen egyként. Uh-huh. 36. voltam, és itt már 2-3 helyet jöttem előre, ki megnézták még meg. Uh-huh. Ő mit szeretne? Hogy most csak videót. Vagy ez a baj, hogy a boxba kifordultam elé? Lehet. De folyamatosan marad le.
Úgyhogy ilyen 90 literrel autózok. Hú, bazd meg. Én is világ legjobb helyén fékeztem rá. Steve Larrafton nagyon. Megyek egy kört, de nem fogom befejezni. Jó. Nem bejövök a boxba. Vagy levágod valahol. Ja, az is lehet. Azt mindenképp meg kell néznem, hogy hova álljak a táblához. Tudod, hányadik csíkra az én. Uh-huh. A szerelőhöz. Hát az milyen nézetre vagy? Hát az a motor, vagy műszerfal, vagy mi a fasz, ami nem a... Akkor a második csík tűnik. Tehát a már két csíkot lát, másfél két csíkot lássam magad előtt. Mhm. Uh-huh. Elvette a BMW? Ja. Hát már melecsúszott. Ja, kék zászlója van, látom. Aha. Elvette az idejét. Lehet lőni ezt a kanyart egy kicsit pedig. És valahogy nem áll rá a szemem. Ja, de még egyen mindig csak fest a pálya, úgyhogy... Korán próbáltam kigyorsítani, csak kipörgésgátló villagot, mint a szar, és nem mentünk sehova. Thank you.
csávó villog, bazd meg, mint hogy az élete múlna rajta, érted? Mhm. Uh-huh. Ahol siet. Siessen, anyapám. Ezek ennyit most majdnem mentem volna én is, na mindegy. Yeah. Nem értem ezt a villogást. Megtaláltam, értem, be tudta programozni. Ja. Nem van olyan, hogy krupica is. Krupica? Micsoda? Van egy olyan kis, egy krupica. Csak nem Robert. Nem. Ej. B. Képzeld, de megtaláltam a 2007-es Forma 1-es világbajnokságot videán. Ah, ezért egész jó minőségben fönn van. Azt tényleg nem. Akkor menjünk is tovább. Hát Kubicának a balesete azért az ennyi év után visszanézve is nagyon durva Montrealba. Jó, tök üres pályára, legjobb. Nálam offline vagy. Mindjárt jövök, igen. Ja, jó. Nem veszi át. Ali. Ali. Közd a titetek? Igen. Vagy streametek? Igen. Csináltam a Facebook oldalunkon egy üzet. Mehet a hozzászólásba a link, jó? Oké. Okay. Ali. 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 Próbálom a festésünket beállítani, amíg te vezetsz. Yeah. Mindjárt kikeresem, hogy sikerült-e. Kíváncsi vagyok. Nem most is sikerült. Érdekes. Nem tudom, ez valahogy... Nem szinkrizál le az ACC-nek a izé, vagy az LFM-nek az a... Nem. Várja. Látszik, nem, mert fekete a festés teljesen. De akkor nem is az van, hogy nem találja, hanem... Pedig fel van töltve. Az valami más, tehát amikor nem találja, ugye akkor fehér az egész autó. Pedig feltöltöttem mindent hozzá. Aha. Nagyon fura. Na mindegy, ez van. Akkor ez így marad. Nálam fehér, nálad fekete. Thank you.
Bazd meg! Elvette a jó. Pont lecsúsztál. Versenyen ne csináljak ilyet. De ez kvali. Igen. 39. a 41-ből. Majd, de Mihályt érzem magáról annyi? 71. Ja, akkor jó, akkor minden jó. Nem akarok rendes kvali kört futni, csak ezt kibaszott jobbos gyakorolom, ezt valahogy szöget ütött az agyam, hogy mondom, ezek egyszer nem vette a gyakorláson. Egyszer se. Jó, de mert most mindig... Még green a pálya, még mindig. Hát, ja, hát kevés a tapadás, persze, csak hogy... Ja. Igazából csak nekünk nincs időnk, úgyhogy nem is kell a boxból indulni. Ja. Legalább meg tudjuk melegíteni kicsit a gumit. Aha. Hát most ezek minél többen vagyunk, annál szorosabbak a splitek. Ugye az első és az ötödik között 11 század különbség. Hát mondjuk kiszívnánk a üzemanyagot, szerintem 18 alatt tudnánk menni egyébként, csak látom értelmét. Hát egyébként most is tudnék 19 alatti kört menni, de inkább nem. Jó. Most Deltából eldobtam egy 5 tizedet, és már megint mínusz 3 tizedben vagyok.
van, miért tudod? Igen, egyet futottam. Igazából még ez is az utolsó sor, úgyhogy... Jajaja, azért mondom, hogy nem akarok javítani. Tehát a 3/10 kapásból itt lenne az első kanyarban. Próbálom arra szoktatni magam, hogy a lehető legbiztonságosabb, hogy sehol ne legyen invalid lap. Figyelni kell, hogy milyen lesz az elején a pálya. Már érdekes, hogy fast tangling lett. Nekem optimumot ír. 26 fok, 31 fok és optimum. Értek, ez nekem ma ízét ír, green-t. ACC drive. Az mondjuk kura. Mert a belső meddít nézem. Az idő is meg 17-ről 34, tehát ez teljesen jó. Jajaja, hát lehet, hogy majd a következő tassomban jól szinkronizálódik, nem azt tudja. Még lehet, hogy ezenek kiléptem, beléptem az emiatt a festés miatt. Igen. A Dávidik is a 31-ek. 31-es rajtszámmal. Mindjárt jövök. Jó. Mic off. Mic on. Hármas gumit fogom használni a rajttól, az egyes, kettes már használt. Csak hogy az ACC drive-ot tudjuk, mit kell állítani. Nekem 4,05 volt a fogyasztásom egyébként. Ja, nem az, amit az ACC ad. Gondolom annál kicsit kevesebb. Azt kileveszem a bulcsimat.
Monte Carlo-ról én meg kézzel, de második lettem. Na, ez tök jó. Nem indultam a rally, mert nincs kormányom még rendes hozzá, úgyhogy... Aha, amíg a... Szarvassal meg nem tud kenni. Hát az... Nem is tud zárfogni, hogyha valami nem. Olyan van. Ma ment ez a real loaf, azt tudod, hogy a tavalyi komplet versenyt összerakták időjárásostól mindenestől. Ma lement igen. A svéd... Hát a svéden estem keltem, de még benn vagyok a top 10-be, valahol 7.-8. környéke. De a pontozás is valós, tehát 10-en kívül nem kapsz pontot. Hiába indulnak, nem tudom, 200 valahányan. Akkor más is eset kelt azért. Hát, ja. Igazából a svéd rallival az a rohadt nehéz, hogy ha így nem tanulod be a pályákat kb., akkor nem tudod, hogy hol van ahhoz, ahol lemehetsz egy picit az útra, és hol van az, ahol nem, mert ott meg annyira mély, hogy amint beleér az autó, egy kicsit itt berántja az egészet, és vagy borulsz, vagy pöröksz, vagy valami. Amúgy ez jó, mert érted, élőben se tudod, hogy az út mellett mikor mennyire mély a hó. Ja, persze. Csak ilyen pályabejáráson tudod maximum kitapasztalni, meg kijárják egy idő után. Meg azt is rohadt jól megcsinálták, ahogy kopik a felülete a hónak, ahogy minél többet mentek, ugyanazokon a gyorsokon, előjön az ilyen latyakos, homokos, murvás felület, amin lófasztapadása nincs a szöges gúnynak amúgy. És onnantól kezdve, hogyha van egy olyan kanyar, érted, hogy ott mondjuk már nem tudom, harmadszor mentek a gyorson, és ki van járva, akkor ott ilyen harmadas sebességgel tudsz elkanyarodni ahhoz képest, mint hozzászoktál. Az igen. Melyik az jól megcsináltak akkor? Igen, csak rohadtul nehéz 22 gyorsaságin keresztül. Ja, ráadásul, hogyha az elején törsz valamit, akkor onnantól kezdve azt cipeled magad a végezt, és azt a javítást. Hú. Meg főleg, hogy a javítási idő felét kiteszi néha, hogyha például a váltót megütöd, vagy valami, vagy a kifogót. Jó. Amúgy én azt nem értem, hogy élőben párhuzamosan tudnak szerelni ugye a szerelőt, igen. Itt meg nem. Értem. Tök marhaság szerintem. De egyébként kibaszott sokat szidják a játékot minden hülyeséggel. Figyelj, mi melyiket nem szidják, ezt is szidják. Mondjuk ez is igaz. És mennyien vannak most rajta? Ja. Csak egy ilyen 3 órás futamon 205 csapat. Tehát. Hát ezt beszorozhatod 2-vel kb. Igen. Hát szóval azért azok a srácok, akik ezt csinálják élőben, nem hiába kapnak, nem kevés pénzt érte. Igen. Szerintem mi nekünk kb. A busz megállóba lesz rajt ennyi autóval. Jó, nem, de épp kanyarodunk a jobbos visszafordítóból. De szerintem én megvárom, hogy a mezőny kb. Átmenjen az orúzson. Mikor nem már? Mondjuk szépen csaszokat utánuk, tehát úgyis az orúzson majd 2-3-an ott lesznek. Jaj, csak ez ilyen ott a pattagó autóktól félek egy kicsit, tudod. Hát félj, nem mi a gázom, és akkor... Igen. Szép óvatosban, ilyen távolságot követed őket, aztán nem tudsz reagálni. Mercinek csak 3 mapja van. Igen. Leraktam 3-asba, remélem. Az ilyen safety car. Igazából van egy normál, egy esős, meg ez a meg a safety car van neki. Aha. Hogy a VRC-ben az lesz igazán érdekes majd, amikor elindul újra az e-sport. Érted? Az lesz, hogy jövő héten, hogy nem tudom mikor, de hogy jövő héten indul a Monte Carlo-ra, hogy tippemre akkor kéne indulni az e-sportnak is. Ott azért komoly emberek szoktak menni, tehát most ez ilyen random bajnokságban belépsz, ki tudja milyen erősségű emberek vannak. Ja. Yeah.
Meg remélem most már kicsit komolyabban fogják venni az e-sportot és a Codemasters részére, mert a Dirt Rally-ban tök jókat csináltak, csak olyan hülyeség volt, hogy a volt 5 esemény, mint selejtező, hogy tovább juss, tehát az ilyen legelső selejtező, és tök mindegy volt, hogy összetettbe hol végeztél, valamelyik 5 eseményből az egyiken kellett a top 2-be lenni. Az jó. Abból jutott tovább 10 ember. És hiába lettem érte top 10, vagy valami hasonló a végére összetettbe, vagy top 20, az nem számított. Neked mit ír a jövőt? Egy gridre, egy gripre. Optimum 26-30 fok. Nálam még mindig azt írja, hogy jövőt grid és 3 órás a verseny. De a hőmérsékletet azt jól írja, hogy 26 a az levegő, teljesen. 30 a pálya. Ez teljesen. Ura. 5 óra 30 percet ír, 3 óra time left, tehát a visszamenő idő. Aha. Kereknyomásaid az 25-2, meg 25-3? 24-8 a bal első, 24-9 a jobb első, 24-8 a bal hátsó, és 24-9 a jobb hátsó. Akkor itt valami nem stimmel, ezért is 25, teljesen mást ír. A 25 valamik, azok a... Azok a... Ezébe vannak. Hogy hívják be? Uh-huh. Na, stratégiben van. 25-2 a bal hátsó, 25-3 a jobb hátsó, 24-7 a bal hátsó, és 24-8 a jobb hátsó. Menjetek, fiúk! Eddig én nem látok balesetet. Ott egy Ferrari. Ott már az van össze-vissza. Szép finom, eljött szép mindenki. Napot. Viszont akkor kezdjünk el haladni. Hopp, ott volt egy kis pic. Bazd meg, hát miért nem engedi ki a rázóra ez a majom? Öcsém! Ott vagyok mellette, bazd meg. Mennyi sérülés, most semmi. 42, bazd meg. Az 12 lesz. Ja. És nem is kanyarodik a kocsi. Akkor menjünk javítani. Lehozom így szerintem. Vigyázz, itt is volt egy baleset. Most keverednek vissza. De ezt a Ferrarit nem értettem, hova kanyarodott még rám? És nem is gyorsított, húzta be.
Kellemesen tolja az órát az autó. Ne. Pontad Dávidot. Aha. Meg gurult előre, mikor jöttem. Na. Meg nem próbáltam megfogni. Ezt szerintem pont volt egy Lukasz itt, hogy el tud indulni, aztán... Na nyomtam neki egy reset címet, mert most eljelentem. Na. Vigyázz, két autó, 3, 4, 5, 6, sok, 10. Oké, okay, BMW Lambo, hihi. Hú, geci, te. 11 hely. És mindig sárga zászlót, most lett át zöld. Itt van ott is fehér előtted. Ajzébe, már elindult már, de itt volt, és itt is volt egy kis csicsak. Jó van, Dávid is átsiste magát rajta, úgyhogy. Most erre a Ferrari is különösen mérges vagyok ezek után. Tehát nem értem, az a kigyorsításon nem lép oda a gázra, hanem még rákormányoz még jobban, hogy még jobban a kanyar belső ívére húzza, miközben ott vagyok. Mm-hmm. Tehát így... Váj! Itt van előtted a villogos. Szétvillog nem az agyát. Sérült egyébként a segge. Mi is sérültek vagyunk, azok ugat a motorháztető. Nálam mozdulatlan. Akkor jó. Akkor elhiszem. Akkor úgy megyünk. Nem mertem áttolni padló, mondom, hát a tolja az orrát, de átmegy. Most már biztos. Amúgy is sok a damage-ünk, ha még most blokkszolunk is, akkor plusz egy kiállás, még 30 másodperc. Inkább... Szenvedek vele még egy kicsit. Meg kb. Körhátrányba kerülnénk azzal a lendülettel. Dávidot is szépen nagyon megütötték. Megint egy csöpkübe bazd meg. 27-ek bazd meg. Mi a fasz? Szerintem a Dávidot megütötték, mert 5,2-re van már. Az előző körben meg 4. Másodpercre, vagy se 1-2 másodpercre volt. A megöttünk lévő BMW meg nem annyira sérült, hogy gyorsabb. Hát, hogyha most innentől kezdve valaki hátulról utolér, akkor inkább hagyom, hadd menjen. Mert... Ne szedjünk még plusz damage-eket. Ja, persze. Még azért le lehet csúszkál, mert most lemaradt. 2.19-es idő így is meg lesz szerintem. Jövök erre a fekete zöld kerekes valamire itt előtt. Honda. Későn, láttam, hogy későn kell visszafékezni. Igen.
Ezt nem cseszem el, akkor 19. Azt a mennyien vannak boxba te. És van, aki itt ma második körét kapja, ha jól láttam. Igen. Nekem senki nem lépett egyelőre. Na, ezért most adtál a villogós Mercinek, most egy fejtőre. Az igen. Na, kijött a boxból, de egy kör és 9 másodperc. Hátrány. Dupla jeló, megint előttem. Itt van megfordulva egy McLaren kigyorsítása. No time gain. Jobb, mint hogyha még beleszettünk van 15 másodra sérülő. Meg már úgy sem nagyon tudsz esert gyűjteni. Mert tele van. Ja, hát igen. 9,99. Vírrel is mentünk már együtt. McLaren 3-mal előttünk. Jövök vissza a Flagerre is, aki megforgott miatt. Vagy miért megforgtunk. Megy valaki a boxba. Volt a vír. Az is nagyon korai. Uh-huh. Ez mind sérült. De már 25-et vagyunk. Hú, ezek a Honda egész ügyesen gyorsít ki. Hát ez elektromotor miatt. Nincs benne nyomaték. Hát kicsi motor van benne egyébként, de ugye a villanymotor meg rácsunk. Ebben van villanymotor? GT3-asban? Igen. Komolyan? Én úgy tudom, hogy van. Meg 3 literes motor van csak benne. Igen, egy 3 liter V6. Amúgy annyira nem szörnyű a kocsi. Kajon. Szóval 6-6 a bal elsőm. Vagy most látod a guminyomácsaim? Most már igen. Ja, jó. Mondtam egy reszetet, most már mindent látok. Lemaradt a majak. Majak, vagy hogy hívják. Aha. BMW-s. Próbálom nézni, hogy hol lehet majd a Hondát támadni, de... Pont ott, ahol jó lehet, ott nagyon ügyesen lép el pont ott. És kanyargós részem vagyok, jóval gyorsabb nála, de ott nehéz lesz előzni. Talán a no-name előtti visszafordító felé lehet.
Szerintem hát meg erről az egy másodperc, most úgy érzem, hogy stagnálok magadta. Nekem most 3 tized, de gyorsabbat nem mondtam. Igen. Itt a felka meg izével 6 tizeddel megjobbat mondtam. De azért nem látom, hogy annyira eltávolod a tőlük. Nem nagyon. Igazából előtte én mentem jobbat tőlük. Igen. És itt vagyok gyorsabb mindegyik őjüknél. Hát a tízes szárny. Már csúszik lefelé Honda. Úgy nagyon szép pontosan vezet a csávó, bazd meg. Tudja, hogy a Honda nem szereti a rázót, úgyhogy épp hogy nyalja. Csak más is egy ilyen nyalja. Na mi van, német Big Block? Detroiti lóerő, nyomjuk. De nem látom, hogy hol. Előtte viszont nagyon sokan vannak. Tehát még itt a mezőny előtte nagyon szerettem előre. Itt a 20. dobb előre. 2, 4, 6. 7 autót láttam itt az előnekről. Kurva alacsony szárnyam megy szerintem a Hondás. Valószínűleg. De most elbaszta, úgyhogy. Mentem egy 2.19-et, nem ő baszta, ja? Nem, azért az órust, a rákanyarodást szült el. Egy-két, igen, már láttam szerintem. Olyan, mint a csúszkával. Néhány ilyen driftelnek. Én is dolgozom a kocsival hát, rendesen. Azt hallom, meglátom. Itt nem tudok rajta maradni, hallod? Uh-huh. Kigyorsításra dolgozik ő is. Kanyargós részeken már feltart. Sárga megint. Na, fordulj be. Hello. Hello, hello. Na, hogy vagy? Kimagaslóan. Jó. Éppen most hát, előzött egyet. Hagyta, hagyta. Tehát ez nem én voltam. Te voltál. Én láttam. Ott a Ferrari. Hello. Hát ő egy kicsit begyűjtött. Vagy egy warningot. De legalább egy no tanking. A BMW az nagyon jön meg a szükség. Meg a füvön megy a Ferrari. Nézd, 40-eknek indultunk, és már 22-ek vagyunk. Na, ügyes, ügyes. Amik van 12 másodperc javítása. Pont emiatt a Ferrari miatt, a két előttünk van. Aha, aha. Hogy van a lábad?
Jó, 4-5 hét. Mire? Nem terhelhetem. Ja. Hát óvatosan meg lehet mutatva, hogy hogyan. Vagy, hát ahol hajlik a lábujjad, uh-huh. Na ott tőbe. Előtt egy pár milliméterre tört el a lábujja. Azt remek. Ja. Ne, kemény akád. Jaj, geci. Igen. Nem csak a mondást tartja úgy, úgyhogy. De te keményebb vagy. Nem, 1-0 oda eddig, úgyhogy. Akkor egy-egyre meg majd előveszed a izét. Kalapácsot. Betontörőt meg a kalapácsot, ja. Bizony, megvannak az eszközeim. Felállj, mert nagyon csúszkál lefelé, úgyhogy ez... Igen, ott az el van fogyva az a gumi. Ja. Vagy a gyerek fogyott el. De fel. Valamiből kevés van, az biztos. Jó a kép, meg a hang. Meg... Várja. De nem... Jó, hogy sejtettem egyszer a kettőt, nem nézik csinálva. De jó a hang. Akkor jó. A kép megszokásosan true, úgyhogy... Minőségi content van a Twitch-en. Olé. Vére, sok szenvedés után. Azok mekkora féktávot vesz az... Azt a rohadt. Vigyázz a BMW-re! Hallod, lekörözött versenyző vagy öreg? Ezt kitolsz a pályáról. Mi a fasz? Hát valami biztos, majd megnézem, nem, de egyelőre... 0% a tiló oldalra, úgyhogy... Akkor jó. Inkább engedje, mert most ő nem sérült és gyorsabb lesz. Hagyj menjen. Előtted hát menjen meg... a szélárnyékból. Ő villog. Megőrülsz, megborondulsz. 38. helyen. Ja. De nehogy véletlenül 2 mm-nél többet hagyja az előnybe lévő autónak. Á, ez ilyen BMW-s. Ja. Index sincs rajta. Vagy csávot szédnéóvom ezek után. Ilyet, hogy beugrik, bazd meg. 5-10-ről lekörözöttként, majd még ki is tol a pályáról. Csak hogy dolgot is emelhetsz? Hát még gondolkodok nagyon erősen, hogy a hetet kivegyem vagy sem, mert hát hogy elvileg, tehát ugye, hogy jöhetek, mehetek. Most annyi, hogy ugye izé van, rögzítve van. Igen. Úgyhogy majd össze, na mindegy, nem is mondom, hogy mit csináltam ott az asztalon. Tehát ha megvan az, hogy törött bármit mozgatnak. Igen. Csillagokat látszik. Az összeset, ami létezik. Megjelenik a te jót? Uh-huh. És egy is válsz vele azonnal, tehát. Áj, bazd meg. Mondtam, még viccelődtem is a Vivinek ott, de annyira nem díjazta, mondtam, hogy nagyon jó, és akkor mondom, most akkor mehet föl, nem? Hogy izé, Cimagic Alpha Mini eladó kihasználatlanság miatt, mondom, bazd meg. Mire végre megint izé megjön a cucc, tudnám használni, most meg a lábamat törön el, bazd, a lábujjamat. De ő nem díjazta a humoromat. Sejtem. Akarod jelölem? Ez a McLaren-nál? A McLaren volt az izé, a No Name-be. A No Name-be izét keresztbe fordul előtted. Mi No Time Game volt. Ja, igen. Viszont egész jó most ez a merci. Hopp, felállt is, majdnem meglökte. Iszonyat agresszívan megy a gyerek. Uh-huh. Nem tudom mire, érted? Egy kettő díjét erre. Jó.
Hát ha meg lenne minden, esküszöm, meg örülnék is. Hát figyelj. Vivi, így hogy megy dolgozni? Á, már megoldottuk, mert anyósom tudja vinni, meg van ja, itt kollega is, aki pár utcára lakik, úgyhogy... Ja, jó, akkor nem ő vitt be a kórházba. Nem. Azt hittem, hogy... Nem, anyósom. Nem, Vivinek nincs jó sokkal. Ja, még. Ja. Azért a csomagot haza is kell hozni, hogy valami megérkezik. Ja, hát, hogyha úgy van, úgyis akkor hozzák viszik, tudod, autóval, és a céghez úgyis tégni meg föl tudja venni. Ja, létezik, hogy nagyobb a végsebességünk a Ferrari-nál 10-es szárnyon? Elengedem. Létezik. Elenged. Aha, de amúgy létezik. Igen. Még az is kérdés, hogy ő mennyire sérült. Mert ha, mert igen, meg a Ferrari-nak, hogyha magasra van állítva a szárnya, az nagyon nagyot fog rajta amúgy. Rettenetesen nagyot. Majdnem jó lett a féktáv, de csak majdnem. Előttünk sem mennek egy gyors időket, 2.19.9 meg ilyenek. Aha. Van. És hogy nem azt tanoztuk? Nem tudom, valahogy nem éreztik most ezt az asztalt. Aha, mondjuk, aha. Tegyük hozzá, hogy én tudod, nem tudom, novemberben mentem utoljára, leültem, azt se tudtam az asztonnal, hogy kell kiállni a boxból. Ja. Gábi. Jó, hát ezt így abszolút megértem, akkor se, hogyha állandóan játszok a leten. Sok idő, mire én is mindig ráérlek. Főleg a VRC után, amit két ünnep között nyomtam, olyan érzés volt, mint hogyha, nem tudom, hiányzott előről a differenciálmű meg a diffi, tudod. Igen. Na, hol van, srácok? Jó, jó van, vigyázz magadra, aztán pihenjél. Jó. Na, jó, jó verseny. Hajrá. Köszi, ciao, ciao. Hoppá. 20-ak vagyunk. Ja? Ott volt egy McLaren a falba. Ja, értem. Meg ugye megelőzted a izét. Ja, az a Dimas volt megint. Ja, értem. Jó. Nem, azt megelőzted, lehagytad. Ez jön megetted. Jön mögöttem? Aha. Akkor nem tudom, mi volt az ott. Egy fekete McLaren, a gyári McLaren-es festés, az a kék narancssárga kikossal. Hát lehet, hogy több is van belőle. Még 10 környi benzinem van. Uh-huh. Megint slow car ahead. Ez most jó volt, ez a féktáv. Gyorsítsunk már ki. Még 22 perc a Steamből. Mennyi volt az előző köröm? Mindjárt mondom. A 24. Aha, jó. Már arra a 19-re én úgy látom, hogy jövünk egy kicsit, egy-két tizedet, de... 26 volt neki az előző, meg a 26, 22, 3, 28, 25, 29, 20... Azt kell, a negyedik is 24-1-et van. Mi a franc? 21-et, 25, 19-2-t ment az első, ment egyik. Ott elől valami nagyon történt, mert egy magyar csapat van második helyen, és ők ott ilyen 10 akárányokra kvalifikálták magukat. Igen. 5 tizedet hoztam az előttem lévőn, kör eleje óta. Lehet, hogy nem magától kerülik az a McLaren a falból belőtt.
nem kezdenek elfogyni. Igen. Autókon. Mert ugye még hát mindig meleg van. Én is itt a végén kapok sokat. Tehát egész jól tartottam az egy tizedet a puhonig. Uh-huh. És onnan kaptam ötöt. A 25-dik van most 19 hetet. És ő tartja a legjobb kört, 18-1-el. Most előzték meg az előtte lévő Mercedes, de azért a BMW-t gyerek a ketemet. Ellátom. Tempóra van állítva. A kanyargó főszem fogsz neki sokat adnom. Ma megint dupla jeló van. Igen, valaki kifordult. Megforgott. De már indult, most jön vissza a pályára ott lent. És ő is versenyben van velünk. Igen. Pedig az előbb 19-9-et mentett eleve. Effektív nem lassú volt az autó, csak sokkalta. Nekem viszont szerintem elkezdtek elfogyni az első gumik nagyon. Jó. Igen, 30 perc. Még kb. 6 kört kéne kibírnod, és akkor már utána jöhetünk kifelé kicsit korábban. Fogom, csak most szerintem drasztikusan fog esni a tempó. Igen, megyünk ahogy tudunk, aztán kész. Eddig tudtam jönni az előttem lévő Mercire, most az maradt, tehát kb. Stagnálat. Diffi, és visszajött a Ferrari is. Úgy ahogy, egy-két tizedet vagy hármat talán. 25 cm, 21 cm. 29-et, meg 28-et. Tehát még mindig 3-4 tizedet gyorsabb voltam, mint ők. Igen, csak a Ferrari az első kanyarba kapott rohadt sokat az előbb, és ezt vissza is hozta utána a kanyargós részen szinte. Ott is kurva sokat kapott, mert 3 tizedet kapáljuk. Pedig én is elfékeztem. Meg az orrúsban nagyon érzem, hogy befordítom jobbra, uh-huh. És csak pattog a leje. Tehát nem fordul, hanem ilyen uh-huh. Ugrál az autó. Leggel is eldött a utó. Mert megelőzte a villogós haverod. Két másodpercen belül. Most is hoztál rajta.
az a 24-5-6-ot tudom kb. Hát egyébként most. Jó. És úgy, hogy eddig baszol, hogy igen. Ez a Lambó, melyik megfordult az előbb az kupomba, az ment most 19-6-ot. Még egy kupac autó a boxba. Azok is korán vannak, nagyon, nem? Igen, már 20-on belül vagyunk. Ez még határeset, ja. Küld a speed strategy-t? Vagy jó az, amiben van állítva? Emlékszem, milyen, hány fokba mentünk az én szerveren? Szerintem jó lesz. 31, valami ilyesmi. Nem, amikor délután feljöttünk. Azt 25-31 volt. Akkor az jó lesz. Mondjam. Jó, akkor mindjárt kiválasztalak az egyenesbe, és akkor az üzemanyagot állítok a boxba. Azt mondod, ez rájön. Sok fog maradni. Hát ja, sokkal kevesebbet tudtam padlógázon menni. Én már azért lelecsúszkál. Elgondolom azt, hogy megérkeztem mögé, ez most fusztrálja is. Yeah. Csata van lesz, amit az már ezért, aha. De közel van. Szarul fordít. De mit csinál? Olyan, mintha el akart volna engedni, de mégse. Ah, nem tudok elkanyarodni miatta. Jó. No time. Annyi baj vagyok. Ő átküdt a padlón, bazmen. Legyen ez ő baja. Kapott egy jó kis warningot. Gyorsan elszaladok. És farmálok egyet, jó? Akkor is. Mic off. Thank you.
Mic on. Nem akartam szólni. Nem tudok rá menni. Látom. Nem, már itt voltam az órus előtt, csak nem akartam beleszólni, hogy ne zavarjalak meg. Az a baj, az most órusban most mindenképp emelgetnem kell a gázt, amikor mögöttem megyek. Ugye ez? Tudom. Már bele akarta rakni az orrát oda. Ha? Lecsúszok. Engedd, de hagyd menjen. Hát akkor menjen. Sérülés nélküli autóval. Majd ő legyilkolja neked. Ez lehet, hogy warning lesz. Nem. Nem. Bazd meg. De megengedő. Nem mentél, nem mentél annyira ki. Rajta volt meg a kereked rajta bőven, igen. Jajó. Még szerintem no time gond se volt. No time volt. No time volt. Aha. Még 8 perc. Jó, hát figyelj. Én nem akár most is kijöhetsz a kör végén, ha szeretnél. Ahogy érzed. Azon gondolkodok, lehet, hogy az kéne, hogy leboxolunk hamarabb. Igen. És most már tudunk játszani az idővel. Igen, és akkor a javított autóval te pikpak megfogod ezt a majmot. Mert hamarabb tudsz jó köröket menni, mint ő. Hát csak ő is bennem jön most éppen. Mert meg a... Még ha ez nem elhízik, rottyantja be valahol a záróba. Ja, még az benne van. Nem. Kérdés, hogy neki is mennyit kell javítani, mert látom, hogy van rajta javítás. Javítani való. Hát az elő-hátul, ahogy nézem. Úgyhogy lehet, hogy már azzal megjavítunk. Mert engem már most föltart. Szerintem be fogja nőni se fogva. Is előztek. Ilyen 42-ig vesztett. Innentől közömére begurulunk egyéb. Mennyi üzemanyagot van? 15 liter. És 87-88 körül indultam el. Aha. Neked teszek 80-at bele. Jó. És azzal is végig kéne bírnod a stintet. Na legyen 85 inkább. Legyen. Jó. Biztos. Csak a következő kettőre kevesebbet rakunk már. Jajjaj. Hát nyomnék utána, lehet majd még egy hosszút, és akkor neked lenne egy ilyen quali idézőjelben quali tinted. Jó. Most kettőnk közül te gyorsabb vagy. 5 tizeddel legalább. Kiderül.
SG30. Valaki kapott. Igen. Dávidot nem látom. Ja, ne ott van, 21. Ők még nem jöttek ki. Szóltak, elindult a 42 másodperc. Ja. 30. Tíz, kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, motor jár, egy, tied. Nagyon jó. Pitex is clear, push. Jön majd az első helyezett 5 másodpercre. Már 3. Kettő. Ah, majd valahol elengeded, most menjünk. Tükröd van már, ugye? Van, csak force feedbackem nincs. Nincs force feedbacked? Mi a fasz? Kikapcsoltam a kormány. Már kezd lenne, jó van, kezd helyreállni. Jó. Csak a furcsa. Olyan, mint a lenne benne középen a vizetet járva. Aha. Egyre van mögötted az első. Szerintem ezt elhúzhatod a hátsó egyenesig. Oh, óvatos. Furcsa meg a vizetet. Hát gondolom. Jön az első. Tudom, elmegyek, iszok valamit meg ilyenek, mindjárt jövök. Zolt, as a car exits in the pits, heads up. Great stuff, keep it coming mate, V26. New fastest lap for Veer, 219.35. On the right, we're clear on the right.
There's a car rejoining. The next car is Seagram. B20. On the right side. Still there. Clear on the right side. Okay, stay with it. Yellow flag. Milner, 218.76. Luka? Ali? Mi történt, Zsolti? Miért átadott félre? Ja, nézzét. Elment a Force Feedback-em és próbálom visszahozni. Ú, baszki. Pedig kikátok. Ja. Oké, okay, Zolt, keep on the pressure. Nem you'll make a mistake. Ú, baszki. Nem érjük. Ezt a szintet már végignyomom. Veled mi történt ott a izébe? Meglöptek segbe? Hát a busz megállóban úgy döntött egy Lambó, hogy én azt nem fogom bevenni. Úgyhogy, ja, igen. Befordultam az ívre, a Lambós meg úgy döntött, hogy ő is, csak hát éppen hely nem volt, meg úgy messziről. Ja, úgyhogy sajnos. Egy BMW-t megkocoltam én is. Megzelfiztem. Még azzal nem lett volna baj, csak telibe vert ott a Lambó. Aztán volt 20 szek javításunk, de mondom, úgy voltunk, hogy nem jövünk ki. Aztán most megyünk. Ja. Na jó van. Na, hajrá. Remélem megjavul. Hányadik volt vagytok? 24. Akkor itt vagytok, így jöttünk kettővel, jó van? Ja, igen. Ja, látom, 9 másodperc van, tudom, de... Ja. Na, halihó. Yellow flag, stay sharp.
clear of the incident. Green flag. It's now 14 seconds. Has just done a 218.60. Look out for the pit speed limit. Áthatod nekem, és akkor meg tudod csinálni, ja, a force feedeket, nem maradj. Jó, akkor viszont átadom neked, jó? Controllers inidet kell valószínűleg letörölned, szerintem. Viszont akkor viszont adok neked egy kis üzemanyagot, jó? 85 legyen benne, ja. Meg a egyes, hogy hívják, resetet használhatok. Igen. Megforogtam kétszer, egyszer az jó is vagy. Igen, nem értem. Sérülés van? Van, igen, 13. Jó. Szerintem elég lesz csak újraindítani a játékot. Majd nézd meg praktiszba. De nekem van egy ilyen tipp, hogy le kell törölni ezt a kurva controller zint, és ez már nem tudom mióta bug ebbe a kurva programba. Azt figyeltük meg, hogyha nyomod a gáz, mielőtt indítanánk a motort, akkor nem viszi el. Ó, ezt nem tudtam. De mi is múltkor figyeltük meg egyébként. Na, kilépek is vissza. Akcsa.
Mi a? Mi van? Neked sincs force feedback? Force feedback van. Féktávon, bazd meg, keresztbe állt az autó. Az jó. Sérülés? Nincs, nincs semmi. Akkor kikormányoztam, csak... Névek vissza. Megnézem gyorsan izébe. Jó. Jövök vissza a szerverre. Oké. Ú, de furcsa, hogy megy az autó. Ugye? Ja, egyébként meg az egyenesben nem ment nekem, csak 266-ot. Úgy mentek el mellettem, hogy... mintha kötelező volna. Ezt nagyon elnéztem, ezt a féktávot. Hát őt engedtem el pont, mikor megcsúsztam. Jó. Mic off. Mic on. Legalább jó az autó. Fogjuk rá. Na 19-2, azért fogjuk rá. Zelfi 2-18-9-ot mondtad attól. Az igen. Na jó, csak jön már több kört ment a gumi.
87, tessék, ott van. Most van hova sietni. Igen. Még a cél mondjuk már csak az ő top 20. Jaja. De szerintem az is jó. A sárga zászló van megint. Itt. Az Zelfi a fűben ment el mellette? Igen. Igen, mert középen volt az ember egyébként. Ott is van valaki a fűbe. Igen. Ott van. Lambó. Az Elfi két helyet hozott pár kanyar alatt. Mi már 18-dik, mi vagyunk a 28-dikak, de nem baj, ezek legalább mennek kizét javígatni. Még kibaszott messze van az előttünk lévő. Utána meg még messzebb az előtte lévő. De legalább ezek majd ide kerülnek nagyjából. Mire bejönnek, megjavítják. Azt kéne megnézni, 40 percen van hát. Hát a végén lesz egy nagyon rövid stintünk mindenképp. Jó, hát. Valaki be is fejezte a versenyt, úgyhogy mindjárt 25-ig leszünk. Vagy a boxban van. Megint sárga. Ott ma megint sárga van. Ugye ez már... Az Elfi előtt lévő autók, mind a kettő. Nehogy átmenjen a box! Mi a retkes fasz? Még jó, hogy figyelt egy kicsit valamennyire. Bazd meg. Mindig elfékezem ezt a kanyart, bazdmeg. Én fönn a 100-as táblán szoktam fékezni bal oldalon. És jobb, igen, bal oldalon fönn. Igen. Jelző szerint a izépen 25, itt megvan egy kis bolondíva. Valószínűleg ketten a boxban vannak és nem is ki fognak tudni jönni elünk. Gyorsabb egy zelfin, én csak mondom. Kulom. Mindjárt még följebb.
vasút ki a boxból. Mhm. 24. Mhm. Egyre közelebb a célja. Ez mit csinál ez a csávó Zelfivel? Szerintem nem akar elengedni, hogy ne bukjon, hogy te ne előzd meg Zelfizm meg csúszat. Mhm. Szeretnék menni? Hát egy megköszönöm, jó? Jó. Mert villog, mint az állat, de szeretnék menni. Hello! Köszi! Nincs fin. Zoli nem tudta, hogy azért villogsz, mert hogy mérges vagy rá. De a faszomat, bazd meg a... Ez megszopatott a McLaren. Láttuk. Jött ki a boxba, azt nem engedett el. Azért jött meg a Zoli. Azért álltam ott, mondom, menjen belül akkor. Láttam, hogy szerintem gyorsabb is, mint én. Igen. Nekem kicsit kalandos lett most egyelőre. Igen, hallottam. Mi a faszon ez a nincs izé? Ja, nézzét, kiléptem a szerver, és biztosan nem volt force feedback, meg nem ment az autó, mert a setupot is eldobta volna. Most jó minden. Hát de mitől van ez? Játni közben elmegy. Fasz. Visszamegyek Zolihoz. Oké, hajrá! Na itt vagyok, direkt engedett a... Ja, jó. Jaj, bazd meg, ez kettes, nem hármas. A kurva életbe. Mondta, hogy így gyorsabb vagy nála. Hát... 3-4 most, de nekem újabb a gumim, ugye? Igen. De azért az erős, hogy 7 helyjel vannak előrébb, és egy kör előnk hátrébb. Még nem tudom, nekünk egy kicsit ugye el lesz csúszva a boxok miatt. Hát kérdés, hogy nekik is, mert ugye a Dávid kijött az elején, úgy emlékszem. Nem jött ki. Nem jött ki? Végigment? Nem, végigment, igen. Igazából hát, egy lambost tolta meg. A plusz egy kör a hátrányunk, igen. Igazából, amit a boxba eltöltöttünk. Igen. Mindegy, megyünk, aztán megcsináljuk a lehetőségedbe. Te a 21. helyért már kapsz izét elót, úgyhogy... Előttünk DT. 22. 22. Ekkor ennyi, Radinov. 24 másodpercre van. Várja? Nem, a Baumfeld is most van bent a boxba. Igen. Most fog kijönni. Ott gurul. Most töltötte le a DT-jét? Igen. Hát ez megvan. Szép volt. Mutattam magam neki, hogy hello? Plusz
24,5 másodperc van az előtte jövő. Ott van, a itt van nagy űr egyébként. Előttünk 24 másodpercet van a 37-re. Viszont hoztál azért az előtted lévőn, mert mikor egy Zelfi mögött voltál, akkor olyan 26-27 másodpercre volt tőled. Jaj. No time, jó. Akkor jó. Újra rally pilóta kompatibilissel tették ezt a játékot, úgy érzem. Hogy nem ad semmi warningot. Nem is tudom, volt-e ilyen versenyünk tavaly, bazdmeg, ahol nem kaptunk egy warningot se. Basz. Volt szerintem, de nem hiszem, hogy volt, ez biztos. Hányan indultunk? 41, 42? 41. Egy ha. Ember lépett ki eddig. Szóval 7 perc. Jó. Melyakon visszahoztam egy másodpercet megint. Már csak 4,5. A villogós haverod van előttünk egyébként. Az oda visszamennek a tizedek. Ők 20-as kört mennek itt előttet. Igen. A Majek az mögöttünk volt az előtt, amikor te... Akkor ő volt az egy no-né, majdnem itt a hátsó sikámba keresztbe állva, aztán akkor került mögénk. Igen. Hova lett Zelfi?
belefél történt valami. Eltűnt a tizedik, hatodik helyről. Tehát a 17-ről is. Három körön belül utolérem a... Előttünk lévő kettőt a pályán. Sokára mögötted lévő három egymásnak fog felszívulni. Fél-fél másodperc van. Egy másodpercből vannak hárman. Mondjuk ez neki nem baj, mert saját magad fogok lassítani. Igen. Hát csak ki nem fokhoz bekkek egymást. Ez több mint egyet hoztam a melyakon. Három fölött fordultunk erre a körre, most már csak 1,8. Az előző köröd, ez nagyon odabaszós volt. Most is. 19 eleje.
nem megy el a false feedback-em, akkor top 10-re vagyunk, ezt tudom. Ja. Mert ott a belőtted van a Honda a zöld felnivel, és őket megelőztem. Igen. Minden szép nyelni. Szeretné ezt. Ezen egyedik az a mercem, mely kell vívtál, mielőtt kiállítál buszba. És ott van a sor elején gyűjti össze sort. Most előzgetik. Honda megelőzte kívülről, bazd. Egy Honda. Ezt a kettőt meg is eszed. Hol? Így hely a pályán. Az az. Majd a izé után. Villog, bazd meg. Villogjon? Ha lassú. Szerintem a kuhomba kint lesz azért kéken kívül. Már most. Visszajött. Pedig itt murvába is beleért a bal oldali kerék egy pillanatra. Na.
Látom a 21-et a táblán. Az a villogós barátod. Uh-huh. Az időmérőről. 2.20 valamit ment az alap. 2.24-et. 3 tizeddel volt a gyorsabb. Drive-thru 33-as autónak. Amik, akik ők. Helyes. Még 15 perc. Állíts lassan gumit. Átteszem a kette... Hármas tett bele kell. De visszajöttem rá eléggé. De ja, nagyon, nagyon precízen vezet, amúgy azt nézem. Szerintem ők már most fog kimenni lassan a kerékcserére. Ott vannak azok, akik normálisban mennek. Igen. Indexe. Uh-huh. És Ladek most jött be a boxba még csak. Uh-huh. Most csosszod lefelé. Az alsó része. Ott van. Ő jött jobbra? Nem. Már elment én mellette. Ja, már elmentem mellette, jó. Följebb volt a kanyarban nagyjából. Aha, Dávidék a körben vagyunk. Most jön neki. Igen. Tehát nekem neki kell mennünk. Tudom. Viszont akkor egész szépek jöttek. Mondjuk nem, mert akkor hoztunk rajtuk. Kurvasokat hoztunk rajtuk. Ja, mondjuk az Elfi valamit csinált, mert volt egy 26-os köre. Lehet, hogy kaptak DT-t vagy valamit. Még az nem 26-os kör lett volna. Igen. Én szerintem az meg forgás vagy valami. Mondjuk a Sladek is 1-2-28-at ment így, hogy bement a boxba. DT-t az még. A bejárati kör. Igen. Bejárati. Am utána jövő, akkor az még lassabb lesz neki. Mert ugye a box vonalnál van kb. A izé. Igen. Még 11 perc.
time? Ja. Első warning. Azt hittem, az még pont átfér. Na mindegy. Roland kegyes vezet. Megöttünk. Perc. Jó. Hát az is az lesz. No time. SG 30, a 19-dik, most fogok elmenni mellette. Na, húha. 18-dik mellett is most mész el. Nem közeledik rám az első. Roland, 18-at ment pedig, 3-10, de jobb volt, mint a tiéd. Akkor szar a light table. Mennyi benzint adtál, 85-öt? Igen. Mennyi van még? Pont. Egy perccel bírná tovább, mint a stint idő, úgyhogy az pont jó. Az jó. Legalábbis, ha jól számol a SimHub. Gyere, elnézzük. Tehát még 15 liter van. Mire azt mondja, hogy 3,7 kör. És 8 perc, és 7 percen van hátra. Aha, itt a középső részen hoz a srác. Amikor a Lambo-t ezért agilistát. Én próbáltam a Lambo-t is, nagyon iszonyatosan agilis volt. Nem, csak azzal mindig szoptunk, azzal a hülye alattomadságával. Most szerintem megyik 2.17-et a srác. Hát. Nem, 2.18-et. Hát, még 9.10-del ment jobbat, mint el. Ja, csak ő a stint elején van szerintem. Hát ő teljes mértékben, mert 6 perccel jött ki. Akkor igen. Dáviddal egyszerre jött ki. Maradék egy óra 10 percet lenyomod egybe? Persze. Hát nem egybe, de igen. Ja, hogy egy box kiállásra. Akkor már nem cserélünk vissza. Jó. Azt számoltam, hogy ez ilyen 35-35 perc nagyjából. Igen.
próbáltam kalkulálni szét benzint arra az időre. Hát 4-jel szorozd. Ezt az utolsóra majd számolok neked, mikor látjuk, hogy hogy jössz ki. Ha megfelezném egyébként. Jó. Villogna. Ha csak én láttam rosszul. Nem tudom, mert a kanyarra voltam elfoglalva. Na villog. 4000-ről. Gyere közelebb. Gyere közelebb, gyere közelebb. Most már 3000. Hátsó egyenesre pont az, hogy növé lesz a lehetőség. Négytized, háromtized, négytized, három. Sietlen, mögötte van a második is, nagyon közel van hozzá. Engedd el. Azt akarom. De akkor mennyi, bazd meg. Annyi van, meg nem gyorsabb. A nyomkodom a féket. Vigyázz már most így azért. Dört érve, nehogy lebombázzuk őket. De most pöncön drittel a gyerek. Aha. Meg gondolom nyomja neki, mint állat. 19-1-et nem. Hát nem tudom, én 5 tizedet buknék, csak egy lekörözésen örülnék, bazd meg. Dávid is jó tempót megy. Közeledik hozzád. Hát most az előző körben mutatom, hogy másodpercet hozzá képest, amúgy az a négy az kb. Stagnált. Gyere, papa! Nem megyek többet, most jövök. Ja. 1.50 van már csak hátra, okay, azon, okay. Hogy ránéztem. Majdnem el akartam menni még egy körre, azt ránézek mint időre, mondom, ja, nem. Inkább nem kéne. Na, akkor gumikon nem is kell módosítanom, ugye? Nem, 3-as nyugodtan betöltheted. Jó. Picit kevesebbet mondok, mert 5 literem maradt. Jó. Adj 70 litert. Jó. 70 literrel jöjjek ki. Jó, hogy el legyen felezve az izé, uh-huh. Oké. Okay. És akkor legutolsóra majd jövök, aztán számolunk neked valamit. Jó.
sérülésünk. 30. Voltak, úgyhogy jók vagyunk. Kíváncsi leszek. Ijed, bocs, baszki, motor, minden, menj. Nem adta át neked? Ja, mész? Jó. Megyek, de nem indult motor. Én meg vártam, hogy számolsz. Geci, el van. Bocs. Én még azt hittem, hogy van egy ilyen körülbelül 5-6 másodpercünk. Bocs, el van bultam. 52-8-on van a fékeszmény, tedd vissza 53. Tudom. Jó. Na, go. Megyek, kiszok meg ilyenek, aztán jövök meg vissza. 22-19 másodpercre van. De még neki is lehet van egy plusz boxa rajtunk kívül, tehát hogy... Ne, ugyanannyi boxa van mindenki. Tehát most már nyílt sisakos. Aha. Jó. Akkor hajrá. Meglátjuk. Itt szerintem egy 20 perces jövök max. Jó. Sector 2, nice one, Zolt, this is great. Come on, keep nailing those exits. Green flag, Sector 2, P22. Tucker, 218.67.
321. The guy behind has just done a 218.92. Blue flag. Behind us now, 2.6. Fastest lap for Kellenhurst, 218.02. Now 3.1.
fastest lap for Kellenhurst, 218.00. Increased to 3.4 seconds, 20th place. You've just done a 218.93. Sector 2 is now yellow. We think Schaefer has gone off in turn 13. Green flag in Sector 2. Flag Sector 2, P19. That's your fastest lap today. It looks like Dart has gone off in Campus. Na halló! Na halló, veletek mi történt? Hát, Dávid ment fel a Tórúzsba, és három autó keresztbe állt. Pálya közepén, és elindultak. Kinéztem, ugye? És eszkeljünk. Eszkelni kell. Sajnos már. Futómű rogy. De versenyben vagytok még. Még a szerveren vagytok, akkor jó. Kezdjük, persze. Ott a végén. Gyertek meg, én aztán törjük. Töröm az utat. Nem tudom, hol vagyunk most egyébként. Ugye 38-an vagyunk a szerveren. 34-ek vagyunk. Akkor még azért van följebb is.
Na mindegy, úgyhogy kiálltuk, most elfelezzük ezt a stintet, aztán... Hát én az abban, hogy már végigviszem az egészet. Igen, aha. De voltam, neked is voltam, amikor a FIFA-n mentél. Bizony. Az Órus után. Bizony, akkor érted, utol a Zoli. Igen, Zoli azt mondja, Zelfi a FIFA-n ment? Hát mondom, ott kerültek, igen. Beippantam a Dávidnak, most ha megóvná, megbüntetnék a csávot, mert elindult. Tehát mozgott az autópályán. Mert ő kinézte a lukat, le is lassított, hogy hol megy, felvette a gázt is minden, hogy hol megy, csak elé indultak-e. Hát igen, ez a kiszámíthatatlan, hogy ő mikor mit fog csinálni. A 31-dik van mögöttem pont. Jó, hát ugye, ha már leszarom, hanyadikak leszünk. Nettől pedig elég jó álltunk, mert 16 körül voltunk. Ott megint buli. Megint egyet kibasztak. 14-dik, 15-dik. Még ott lesz még a Exxon egyébként, nagyon közel vannak egymáshoz. Szerintem lehet, hogy még őket én is utolérem, vagy valamennyire. Ja, láttam a Majek, a BMW-s. Majd a... köpni. Igen? Majd a izét küld már át nekem, légy szíves, a Merci setupot, jó? Oké. Okay. Mert kíváncsi vagyok, hogy állítottátok be, hogy az Órizon elmegy, mert mi ezzel évekig küzdöttem, még mai napig is, hogy 80 literrel nem megy át, le kell venni. Van a race setup, ugye a minusz, azért a bopos, a minusz. Igen. És ott a seggét levettem 78 mm-re, hátsó szárny ez maradt 10-esen, és kettő darab, anti-roll bar hátra kettő. Ennyi a változtatás rajta. Kíváncsi vagyok, mert egyszerűen nem. Még annak idején a Gilbert és ezzel szórakoztunk, hogy egyszerűen nem tudtuk belőni. 60 litertől jó volt, akkor átment padon, előtte röpütösek még. Na, nullás antiról, hátsó antiról bárra. Van egy másik setup, ami is ott sokkal kisebb a hasmagasság. Azzal is átmegy, azzal is minden gond nélkül. Csak ott, ha igazából végsebességre akartam rámenni, de igazából 1 km/h lesz gyorsabb az autó. Ja, a kemelbe, azt meg nem éri meg rizikózni. Igen. Jó, Zsoltikám, akkor hajrá! Köszi! Nektek is!
Okay, Zolt, you've got half your fuel left. Seconds. Zolt, going out of track limits, keep it between the lines. Chopper is entering the pits. He's in P28. We think he'll be close in front of you when he exits. Mi 18-ok vagyunk, az elfék pedig 34-ek, mert a Dávid előtt keresztbe ment egy autó és telibe verte, pedig kinézte azt a lukat, ahol elment volna mellette. Úgyhogy
Delfin most nem közvetít, úgyhogy néha feltűnnek, ami közvetítésünk. Nekünk is kalandos volt az első két stint, főleg nekem, mert elment a force feedbackem, és az Oli ült vissza egy 10-15 perc vezetés után, úgyhogy a maradékot nagyon viszont van. Hát Ákoson, figyelj, tudod, szűk lyukak azok ilyenek. Megpróbálok feljebb kerülni, mert 17-edik még folyamatosan, már 2 másodperceket hozok rajta, nagyjából majdnem körönként. Dávid kereszt gyerekének a harmadik fiának a negyedik nővére. Sector 1 is 0.34 off the pace. Sector 2 is a second off the pace. Sector 3 is 0.5 off the pace. The car behind is pitting. Front is now 11 seconds. Time was 2:20.05. The gap ahead is now 11 seconds.
Zolt, 10 minutes of fuel remaining. We are clear on the right. Right side. Right side's clear. The gap in front has increased. It's now about 9.3. Is now 5.0. The leader is pitting now. Zolt, as a car exits in the pits, heads up. 16th place. Good consistency. Keep them coming. Is now 7.1 seconds. The leader, Tucker, is pitting. You're halfway home. Should be about 5 minutes of fuel left. Result, we estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Sector 3 is 0.7 off the pace.
very little fuel left. Hit this lap, in this lap. Alfonso is leading the race. Pitting. Watch your speed limit in the pits. Okay, Zolt, expect traffic when you come out. When we exit the pits, we should be in position 20. Really close to P34 and P20. Hali. Na mi a helyzet? Még van 32 perc. Kijöttem. És 17-ek vagyunk jelenleg, de még el fognak mellettünk menni egy váron. Hát az benne van persze ilyenkor. De 20-ban benne leszünk szerintem. Hát nagyon 20 közelébe. Dávidék is egy balesetet szenvedtek. Oh. Ezért át akartak menni három autó között, és megmozdult az egyik, ahol a luk volt, ami kinyitott a belőle. Aha. Beverte. Itt valahol a 34-ek voltak legutoljára, amikor beszéltem Zerfival. A 21. hely meg is van. Ez nagyon jó. Figyelj, ez zseni. Ahhoz képest, hogy milyen szopásaink voltak. Szerintem még lesz valaki, aki előtt tud boxolni fog. Szerintem is. Azt jól láttam, hogy kettő warningunk van? Igen, azt jól láttam. Na, az jó. Hát ezzel már kihúzod a végéig. Igen. Szerintem. Azért én is azértbe a Órusba szedtem be. Ugyanúgy, hogy te. Yellow flag. Yeah.
incident clear. Green flag. Zolt, relax, focus, keep it smooth. Sector 2 is clear, 21st. FG-30. 5. főnek. Nagyon messze lesz szerintem. Tudom. Has now decreased to 2.2. That's not dumb. Láttam, úgyhogy még a doblom azt most szenvedik vissza az Ignisre benne garázsba. Azt szeretném berakni a narancsot a helyére, csak így két napja kint vagy. Az Ignis szerelés az ilyen never ending story lesz. Hát... Bazd meg. Keep it between nice. The lines. Nice. Nem tudom miért fékezett ekkor helye. Bent lejjebb vagyok én is. Nem értve hárman van még a fék. Igen, az elején. Amíg jó a gumi, addig inkább jobb elől. Olyan nagyon sokat nem buktam vele, de... Kiállunk, mert megvan. Jaj. Pont a villogós volt. Nice. És még a szopata meg lehet. Hát meg, mert nála gyorsabb vagyok most jelenleg. Hát ilyen 2.20-akat mentek is, mikor én mentem. The gap in front is now 4.7 seconds. Kettő 20.6-ot ment az előző kör. Az innen már bírni fogod a végéig, nem? Persze. You're pulling away from the guy behind. The gap's now 2.4. Thank you.
nem baszol föl. Nem. Na ezért deltek. Nagyon szart mutatott. 17-4-et mutatott a delta. Jó. Mármint a ACC drive-os. Aha. Jól beszapadott. Hát így is egy másodperc stoppán megöttünk jövőnél. Ezek a szopata megmentek 2018 hetet. Igen. Majdnem ugyanannyit, mint az a legjobb köre. Uh-huh. Hatodiknak DT. Azt viszont lehet, hogy ide jön vissza a környékünkre. Lehet. Ja nem, várjál. Nem, ilyen 12-3 lesz kb. 15-6 inkább. De majd meglátjuk. Result. The gap behind is now 3.0 seconds. New fastest lap for Kalinets, 217.83. Ráadásul ott az Aston meg a Merci, az még versenyben is van egymással. Igen, de az Aston elment a Merci mellett, és megy utána a Szopatának továbbra is, mert a 28. is látóhatáron van. Egyedik 2.21-eket autózik. Fölhagy az egész bolyt. Okay, Zolt. You're in the sky. The gap's now 3.5 seconds. Sector 1 is yellow. Sector 1 is green. Megvan a 19. hely.
ő valamikor az elejénben volt. Igen. Még az első, de most utána a másik magyar egy alakulat. Tizedikek. That's a new fastest lap for Kalinas, 217.82. Negyedik meg hartol a 30-ra. Igen, látom. Mi a franc baja van itt embereknek? Saját magát szopatja. Sem, mert másfél-két másodperc alassabb, mint a... Nem volt kint boxba. On your left. Blue flag. Clear on the left side. Hát milliméterekkel fordultam a gép. És villog neked, öcsém. 224-et ment az ember. Hova villog? Blue flag. 224 alatt körbe biciklizett. Yeah. Nem is, még lesz egy halom lekörözés előtte. Stiflerrel oda-vissza előzgetik egymást, tehát hogy az még... az kivárós nekem. Már amúgy nagyon hasonló a tempótok, de... ott türelem. És szerintem... erő effort nélkül utolérheted őket. De az a jó, hogy ezért ez a Sebata is csak harcol a Stiflerre. Hát pozíciója. You're wheeling this car in. The gap's now 2.8 seconds. Mondjuk minket jól lenne, hogyha már elengednünk. Próbál, úgyhogy talán azért busz megáll elő. Index fel is. You got a car on your left. Clear on the left side. Just done a 219.20. All three sectors are 0.46 off the pace. Ezt a szabadat a vásárt inkább.
Elfékeztek, elsüllyedtek. Okay, Zolt, 15 minutes left, that's 15 minutes. Nem az ide jönne mögöttem egy Baumgartner Zolt, én is kívülték. Doktor, most remélem elhagy minket elmenni. Gaining on this car, the gap is 0.8. Left side. Clear on the left. Still there. Clear left. Car on the left. Clear on the left. Let me check out. Ezt én most lementettem. És ez is egy jó vás lesz részemről. Lekörözött autó. Is now 1.0 seconds. Oh, I don't think I can do that. Stay calm, keep it smooth. P18. Kicsit lassabban lép rá a gázol, és akkor jó lesz. Ez viszont volt lesz. Track limits. No time game. Wow. Stifler meg támad.
inside. Zolt, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. This really isn't good enough. Come on, start concentrating. Yellow flag in sector 1. We can see Seagram has crashed in. Radion, sector 1 is clear. The gap in front has increased to 1.1. De jó, az 18-ak vagyunk, tehát hogy... Nem merek túl erősen fékezni. Így is már megy a segge egy picit. Ez a baj, hogy mivel sokkal jobb az egyenesbeli tempója, ezért valós vezető, vagy előzési pozíciót nem hiszem, hogy fognánk tudni kialakítani. Hát, ha csak nem megcsúszik, és nem tud közel jutni hozzá is széládnyékba. Igen. Igen. Tehát én azt mondom, hogy kivárásra kell autózni. Még ez... nagyon lecsúszik, tehát kénytelen beleemelni, vagy bármit csinálni. Tehát... Igen. Innen, ettől a szakasztól olyat megy a Meki, bazd meg. Hihetetlen. És 7-10-ről már van egy pici szélárnyékod is egyébként kb. De távolodik. 8-10. The gap in front is now 0.9.
minutes to go, 5 minutes left. Próbál kibújni, hogy ne legyen szélárnyék. Sector 1, yellow flag. Green flag, sector 1. New fastest lap for Schaefer, 217.64. This guy. Nagyjából egyszerre jöttünk ki a bokból. Nem bírok itt közelebb kerülni. Utolsó előtti kör valószínűleg. Igen. Hát figyelj, nagy rizikót nem kell vállalni, most itt bekísérjük. Akkor azok 4 tizedről kaptál 2 tizedet az egyenesbe, tehát... Ez egy kicsit nehéz. Meg ott lesz, hogy nagyon lassú lekerezettetek. Még most az egyenes végére odaéritek kb. Get a car on your right side. You are clear on the right. Nyomja, hogy itt a hülye, mert csak 4-en belül vagytok már az éhez. 16-os. Yellow flag. Ül. Green flag, incident clear. Stay between the lines, please. Zolt. Right side, you're clear on the right. Ezen kívül még lesz egy körödet. You've got 10 minutes of fuel remaining. Van 4 körre valószínűleg. Ez jó.
Final lap, azt írta ki. Igen? Uh-huh. Leinték volna őket. DT-je van. One more lap to go. És még lehet utoléritek a 16-at is. Csak mi ne szedjük össze a DT-t innentől. Két warning van csak. Egy kicsit nehezebb lesz. Azt kell kártenszre, és följöttünk 6-ra. Igen. Ha nem lett volna az a szarság nekem, akkor simán már lehet egy top 10 körmünkén valahol 12. Lehetséges. Hát most már innentől közben kell nagyon sietned, mert úgyis meg lesz az előtte lévőt, meg úgyse fogjuk, mert akkor nem fog elengedni se. Mi a persze? Szóval másik percet kapott, jobb lett volna bemegy. Nem. Nem, mert több mint 80 másodperc szerintem végigmenni a boxon. Bár a franc tudja. Az elfélyek 28-ok lettek végül, úgy látom. Mindjárt átmegyünk hozzájuk. Hát 20-on. Aha, igen. Köszönjük a nézőknek, hogy itt voltak. Gratulálunk. Közelebb találkozunk. Lettetek végül? Mihez? Az. Mihez? Mi gratulálunk nektek. Köszönjük. Yes. És nagyon az a vége az nagyon szoros volt. Hárman mentünk egy másodperc, 1,2-n belül. Na, jó. Még két kör és egy mind a ketten megelőzzük, csak az előttünk lévő kapott egy DT-t. Vagy 17-ek leszünk.